Az adventi koszorú itt van mellettem, és már látjuk, hogy két gyertya ég, és mi kettő várakozik arra, hogy majd meggyújtsuk. Ugye még két vasárnap van karácsonyig, és most ebben az évben az az érdekes, hogy éppen a harmadik vasárnap lesz, tehát december 25-e karácsonynak az ünnepe, amikor azt ünnepeljük, hogy a kis Jézus megszületett Betlehemben. És hát emlékeztek rá, itt tanulán biztosan tanultátok, vagy az elsősök majd fogják tanulni, hogy nagyon egyszerű körülmények közé született, Betlehemben, egy barlangistálóban, és az állatokon túl egyszerű emberek mentek köszönteni, mentek a pásztorok, aztán megjelentek később a királyok is. Na de most még az advent időszakban vagyunk, az én miseruhám is ilyen hamus színű lila, ami a várakozásnak és a bűnbánatnak a jele. És most azt gondolom, hogy ezen a mai vasárnapon pedig tele vagyunk izgalommal és várakozással, mert várjuk a Mikulást. Reméljük, hogy megérkezik hozzánk. Úgy gondolom, hogy szeretnénk őt látni, hogy milyen is lehet majd a Mikulás. Persze, hogyha még beszélgetni is tudunk vele, vagy ajándékot is kapunk tőle, annak pedig még jobban örülünk. Hasonló módon nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is, hát nem csak a Mikulást várjuk, persze az is érdekes, még a felnőtteknek is, hanem így vagyunk a Jóistennel is. Nem látjuk az Istent azért, mert az Isten lélek láthatatlan, ő túl van az anyagvilágon, mégis ott van bennünk egyfajta vágyakozás, hogy olyan jó lenne meglátni a Jóistent. Olyan könnyű lenne hinni, olyan könnyű lenne szeretni a Jóistent, hogyha találkozhatnánk vele, hogyha látnánk őt szemtől szembe. És akkor, amikor a másik isteni személy, a fiú, fölvette a mi emberi természetünket, és kis csecsemőként jött először közénk, akkor az Isten ilyen nagyon gyengéden akar hozzánk közelíteni. Tehát Jézus azért jött el, hogy megmutassa nekünk, hogy ki is az Isten, mert hogy őt, mi hisszük, hogy ő az élő Istennek a fia. És a karácsonynak az a legnagyobb titka, hogy az Isten fia, a kis Jézus olyan nagyon egyszerű körülmények között, mondhatjuk, hogy nagyon szegényen, egy szegény istálóba született, nem palotába, pedig megtehette volna a Jóisten, de mégis ilyen egyszerűen és szegényen jött el hozzánk. Ugye ezen elgondolkodunk, hogy ugyanaz Istennek nincsen szüksége semmire sem, de mégis akkor, amikor belép a mi emberi világunkba, akkor ilyen egyszerűen jön, és egyszerűen közelít.